kihasználja tehát a második csere lehetőségét a Ferencváros, és erre lépni fog majd Kondás Elemér is, de gólhelyzet, és ott a gól! Vezet a Ferencváros 1-0-ra Ramirez góljával! Nem kell csere ahhoz, hogy történjen valami a pályán, Ramirezről elfeledkeztek most egy másodpercre, és oda bekeveredett a 16-oson belülre, és be is rúgta. 1-0 tehát a Ferencvárosnak. Miközben fél szemmel itt a kispadokat figyeltem, Ramirez betalál, gyönyörűen fut oda be a 16-oson túl, és hát szerencséje van, mert az a debreceni védő nem tudta onnan elrakni a labdát, az Brkovics volt, de ezt leszámítva fantasztikusan csinálta egyébként Ramirez. És Sestakot hozza le a pályáról Tomás Doll, és ugye pont ott mondtam, hogy Kondás Elemér is lépni fog valamit, hát erre meg aztán végképp kell, hogy lépjen, hiszen megszerzi a vezetést a Fradi.